Ez továbbra is van ma reggel az M1-en, ilyenkor szokásos koronavírus körképünkkel folytatjuk, nézzük már is a legfrissebb adatokat a nagyvilágból. A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja a 434.243.000-et. Világszerte több mint 5.944.000-en hunytak el a vírus okozta szövődmények miatt. És van még egy adatunk, a beadott oltások száma átlépte már a 10.477.000-t. És most vissza Európába, ma is három országból kapcsoljuk tudósítóinkat, mégpedig Szlovákiából, Szlovéniából és Olaszországból. Körképünket Szlovákiával kezdjük, ahol a korábban beharangozott február 28-i enyhítések helyett már szombattól enyhítettek a járványügyi korlátozásokon. A kormány döntése értelmében így a boltok, szolgáltatások és rendezvények úgynevezett alaprezsimben működhetnek, vagyis nem tesznek különbséget az oltottak, az oltatlanok és a betegségen átesettek között. Párkányba kapcsolunk most még pedig Bartal Tímeához. Mi mindenre vonatkoznak most az enyhítések, és mit jelentenek ezek a gyakorlatban? Jó reggelt kívánok! Tegnaptól tehát az alaprezsimben olyan rendezvényeket különböztetnek meg, amelyek alacsony kockázatúak és magas kockázatúak, és bár nem vonatkozik rájuk különbség az oltottak és az oltatlanok között, de létszámkorlátozást bevezettek. Ez azt jelenti, hogy az alacsony kockázatú rendezvények esetében, amelyek olyan rendezvények, ahol fix ülőhelyel vagy fix állóhelyel rendelkeznek, és maszkot tudnak viselni a jelenlevők, 500-an mehetnek egy helyszínre, egy eseményre, egy rendezvényre, de van olyan lehetőség is, hogy például a teljes kapacitás mintegy 50%-át meg lehet tölteni. Tegnap már egyébként így működő Dunaszerdahelyen a DAC Zsolna labdarúgó mérkőzés, bajnoki labdarúgó mérkőzés, ahol a nézők 50%-át beengedhették egyébként, de hasonlóan ilyen rendezvénynek minősülnek például a sporteseményeken kívül a kulturális rendezvények, a filmvetítések, tehát tulajdonképpen a mozik, a színházi előadások, az istentiszteletek vagy a szentmisék is. Aztán megkülönböztet a szlovák rendszer magas kockázatú rendezvényeket, ilyenek például a bálok, a lakodalmak, a halotti torok, a diszkók, a partik, tehát ahol az emberek valószínűleg leveszik a maszkot, és közelebb is kerülhetnek egymáshoz. Itt továbbra is erős a létszámkorlátozás, ez azt jelenti, hogy 50-en vehetnek részt maximálisan. És aztán vannak olyan rendezvények is, ahol már teljesen eltörölték a létszámkorlátot. Ilyenek például az esküvői szertartások, ilyenek a halotti torok, a keresztelők, de ilyenek például a választások is, vagy ilyenek azok a sportesemények, ami a sportolókra vonatkozik, tehát itt nem határoztak meg létszámkorlátozást, de eltörölték egyébként az oltottak és az oltatlanok közötti különbséget a boltokban is, a különböző szolgáltatásoknál, például a szépségszalonokba már akárhányan bemehetnek, de például az edzőtermekbe ott szintén van létszámkorlátozás, 50-en lehetnek egy edzőteremben, egy fitnessteremben egyszer maximálisan. Tehát nagyon sok olyan intézkedés van, amire érdemes most is odafigyelni, hogy például ne járjon büntetéssel Szlovákiában, de azért érzékelhető a felszabadítás, és az, hogy nagyon sok minden enyhült most, a további enyhítések, vagy talán a teljes eltörlés, pedig ugye március 28-ától ígérik, de a járványhelyzet alakulásának megfelelően elképzelhető, hogy az is korábban megtörténik. Csak nagyon röviden, egy percünk maradt még. Szlovákia a karanténkötelezettséget is eltörölte, abban az esetben is, hogyha valaki kapcsolatba került fertőzöttel, tehát koronavírusos beteggel. Mit jelent ez? Mindenkire vonatkozik? Nem vonatkozik mindenkire. Egyelőre az iskola ügyben történt ez az enyhítés. Ez azt jelenti, hogy az óvodákban, az általános és középiskolákban vonatkozik a gyerekekre, tehát az óvodásokra, a tanulókra, a pedagógusokra és az iskolai személyzetre is. Hogyha ők kapcsolatba kerülnek egy olyan emberrel, aki egyébként koronavírusos beteg, nekik nem kell már karanténba vonulniuk, csak 10 napig FFP2 maszkot kell viselniük. Kivétel ez alól az, hogyha a gyerekek például pozitív tünetekkel is rendelkeznek, tüneteket is hordoznak, akkor legalább 5 napig karanténba kell vonulniuk. És egyébként ugye hát az ukrán helyzetre való tekintettel a karantén kötelezettséget Szlovákia eltörölte azokkal szemben is, akik háborús övezetből, háború sújtotta területről, vagy a háború elől menekülnek Szlovákia területére, akkor is, ha nem rendelkeznek szlovák állampolgársággal, tehát ők bejöhetnek Szlovákia területére, nem kell karanténba vonulniuk értelemszerűen, nem kell negatív tesztet sem felmutatniuk, és nem kell
kell regisztrálniuk az e-hranica, vagyis az e-határ rendszerben sem. Vonatkozik ez azokra, akik Szlovákiában kérnek menedékjogot, és vonatkozik azokra is, akik átutazóban vannak az országon és mennek tovább. Nekik annyi kikötés van, hogy 72 órán belül el kell hagyniuk Szlovákia területét. A szomszédos Szlovákiából hallhattuk a legfrissebb információkat, és nézzük a szomszédos Szlovéniát, ahol a következő héten a járványügyi szakemberek ismét górcső alá veszik a járványhelyzetet, és az előrejelzések szerint újabb enyhítéseket javasolnak a kormánynak. Lendvára kapcsolunk még pedig Magyar Lovdics Mirjanához. Mi várható tehát a következő héten? Milyen most a járványhelyzet, és mit mutatnak az adatok, hogy alakulnak a dolgok Szlovéniában az oltások terén? Szép reggelt kívánok! Kezdem a legutóbbi kérdéseddel, az oltással. Etéren továbbra sincsenek jó híreim, az átoltottság most már egy ideje egy helyben toporog, és 57,8%-os, hogy nagyon alacsony itt az oltási hajlandóság, az is bizonyítja, hogy februárban például naponta átlagban 100-an vették fel a vakcina első adagját, az pedig, hogy Szlovénia az elmúlt héten szinte minden téren, tehát a munkavégzésnél, a szolgáltatások igénybevételénél és az országba való beutazásnál egyaránt eltörölte a védettségi igazolvány követelményét, az oltást szinte teljesen leállította. Nagyobb az érdeklődés az emlékeztető oltás iránt, februárban minden nap átlagban 1360-an vették fel a harmadik adag oltóanyagot, etéren az átoltottság 30%-os. Ami a járványhelyzetet illeti, az tovább mérséklődik, tegnap közel 1800 új esetről számolt be a válságstáb, folyamatosan csökken az új esetek heti átlaga és a 100 000 főre vetített 14 napos incidencia is. Jelenleg 47 000 aktív esetet tartanak számon az országban, az ötödik hullám csúcsán, nem is olyan rég, február elején pedig ez a szám közel 200 000 volt. Érdekes viszont, hogy míg az ötödik hullám tombolása idején inkább a fiatalok fertőzöttek meg, addig most, amikor kicsengőben van, inkább az idősek kapják el a vírust, így a kórházban kezeltek átlag életkora is megnövekedett, de hozzá kell tenni, hogy a napi esetszámok csökkenésével most már folyamatosan csökken a kórházban kezelt páciensek száma is. A járvány tehát etéren is mérséklődik, az előttünk álló héten így ismételten összeül a szlovén kormány koronavírus járvánnyal foglalkozó szakbizottsága. Sajtóértesülések szerint a kormánynak újabb enyhítéseket fog javasolni, közülük az első lehet a kötelező maszkviselés elhagyása az iskolákban, hogy ez minden tanulóra vonatkozik-e majd, vagy először csak a legkisebbek számára, azt egyelőre nem tudni. Ami intézkedés még eltörlésre vár, az az általános maszkviselési kötelezettség minden nyilvános zárt térben. A kötelező védettségi igazolás munkavégzésnél, az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, valamint a büntetés végrehajtó intézetekben, valamint az, hogy a kórházba a páciensek a sürgősségi eseteket kivéve továbbra is csak védettségi igazolással léphetnek be. Szlovénia után pedig Olaszországgal zárjuk körképünket. Két év után visszatért a Farsang Európa és a világ legismertebb és leglátogatottabb karneváli helyszínére, mégpedig Velencébe. A turisták száma viszont elmaradt a koronavírus járvány előttihez képest. Az idei karnevált még óvintézkedések mellett tartották. Velencéből kapcsoljuk Sárközi Júliát. A Farsang utolsó vasárnapja van. Mennyire tért vissza a normalitás Velencébe? Ugye a város nem csak Olaszország, hanem egész Európának, az európai turizmusnak úgymond a lakmuszpapírja. Hogyan birkoztak meg a szervezők a még mindig érvényben lévő óvintézkedésekkel? Jó reggelt kívánok! Olaszország minden erejével és eszközével azon dolgozik, hogy újra tudja indítani nem csak a gazdaságot, hanem a hétköznapi életet, az ünnepeit, a szokásait és a hagyományait, és természetesen itt gazdasági bevételről is szó van, amelynek a húzó ereje Olaszországban az idegenforgalom. Ennek a főpróbáját most itt Velencében tartották meg. Farsang utolsó hétvégéjén elértük a napi majdnem 100 000-es látogató számot. Természetesen ez Velencében kevés
kevésnek számít, hiszen a pandémia előtt naponta akár több mint 200-300 ezeren érkeztek is Velencébe. Mindenesetre pozitív jelnek számít, hiszen az utóbbi két évben, 2020 februárjában meg kellett szakítani a farsangi ünneplést, tavaly pedig interneten rendezték meg a karnevált itt Velence történetében először. Most visszatértek a látogatók, elsősorban amerikai turistákat láttunk, spanyolokat és franciákat, és nagyon sok magyar honfitársunk is átugrott, akár csak egy napra ide a velencei karneváli forgatagba. Olaszország túl van az Omikron tetőzésén, a járványmutatók naponta csökkennek, most egy 40 ezres számnál vagyunk, ami az esetszámot illeti, csökken a kórházak terheltsége, csökken a halottak napi száma, és Olaszország arra vár, amit Mario Draghi miniszterelnök már bejelentett, hogy március 31-től feloldják a most már több mint két éve érvényes egészségügyi vészhelyzetet. Ez teljesen szabad utat adhatna az idegenforgalomnak, a belépő látogatóknak, tehát Olaszország azzal számol, hogy húsvétkor tényleg vissza tud térni a korábbi életére. Itt Velencében a két év pandémia összegzése az, hogy az idegenforgalomban, a kereskedelemben és a gazdaság más ágazataiban sajnos nagyon sok tevékenység teljesen bezárta, leállította tevékenységét, nagyon sok szálloda, étterem, presszó és kisebb szoba a kiadó is teljesen beszüntette a tevékenységét. Itt az óvintézkedéseket még be kell tartani, elvben tömörülés esetén fel kell venni az orrot és a szájat elfedő maszkot, be kellene tartani a biztonsági távolságot, de hát az itt nem mindig működik. Megpróbálták a karnevált, a farsangi programot több helyszínen egyszerre rendezni, de az emberek többsége már itt a kora reggeli órákban a Szent Márk téren csoportosul. A mai naptól február 27-től bevezetnek egy új vakcinát is Olaszországban, a több országban már ismert Novavaxot elkezdik használni, 1 millió dózist rendeltek meg, és azt remélik ettől a protein alapú oltóanyagtól, hogy azok is felveszik az oltást, akik eddig még Olaszországban ezt nem tették meg. Az oltási adatok nagyon jók, átoltottság az megközelítette a 90%-ot, de továbbra is 9%-ra teszik azoknak a számát, akik még egyetlen egy adag oltást sem vettek fel. Ezek a friss információk tehát Olaszországból, Bartal Tímeának Szlovákiából, Magyar Lovrics Mirjanának Szlovéniából és Hárközi Júliának Olaszországból. Nagyon szépen köszönjük a tudósítást!